javaslítja mindenkinek. Engem Pannik Mihálynak hívnak, az ötös során tudományi egyetem mesterszakos hallgatója vagyok. Akkor még egyszer javaslít kell. Szóval az ötös során tudományi egyetem mesterszakos hallgatója vagyok. Programtervező informatikus szakon. Nyáron 10. alkalommal rendezték meg a Google Summer of Code nevű programot, és én elvettem részt a projektmunkám a LibreOffice-nál volt. Az előadásom téma is természetesen erről szól. A Google Summer of Code egy olyan program, ami a hallgatókat arra ösztönzi, hogy nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésében vegyenek részt. Ez gyakorlatilag egy 3 hónapos munka, egy nyári munka. Először nyílt forráskódú szervezetek jelentkeznek, majd a hallgatók ezeknek a szervezeteknek a különböző projektjeire jelentkezhetnek. Minden projekthez tartozik egy vagy több mentor, aki segíti a munkát a nyár folyamán. Azok a hallgatók, akiket felvettek ebbe a programba, nekik 2 mérföldkön kell túlesniük. Ezek azért fontosak, mert csak akkor kapja meg a hallgató a fizetést, hogyha sikeresen állt ezen a mérföldkön. Itt a mentor egy űrlapot tölt ki, ahol gyakorlatilag értékeli a hallgató munkáját. Az én projektem a Dialogue Digit Conversion volt, ez egy ilyen modális dialógus alok és ilyen top page-ek, különböző oldalak konvertálása volt egy régi formátumból egy új formátumba. Még nyár elején a 20%-a ezeknek az ablakoknak még nem volt konvertálva. Az én mentorom Kaylen McNamara volt, egy ír programozó, és nem egyedül dolgoztam ezen a projekten, hanem a Simon Tosh nevű hallgatóval együtt. A régi formátum a Visual Class Library csomagot használta, itt egyedi cross-platform ablakokat lehetett, különböző vezérlőket, egyedi vezérlőket lehetett készíteni. Ezeknek a kinézete ilyen SRC kiterjesztésű fájlba lehetett leírni, aminek elég sok hátránya volt. Például nem volt grafikus felületű editor hozzá, a lapos hierarchia volt, vagyis csak az ablaknak vagy a tapésnek lehetett a gyereke a különböző vezérlők, illetve ami egy nagy probléma volt, úgy gondolom, hogy a fix pozíciók és méretek voltak, ami a különböző nyelvű LibreOffice-oknál volt gond, mert például egy német mondat jóval hosszabb, mint egy magyar mondat, és mivel abszolút értékeket adtunk, ezért figyelni kell, hogy ne lógjon ki a szöveg egy címkéből. Ezek miatt is nagyon megerőltető volt ebbe készíteni ablakokat. Itt láthatunk egy rövid példát arra, hogy hogyan nézett ki, tehát itt ezt érezhetjük, hogy azért így egy látványos dolgot elég nehéz így szövegként megfogalmazva szerkeszteni. A új formátum már a GTK 3 widget eszközkészletet használta. Itt UI formátum fájlok volt leírva már az ablak, sokkal jobban szerkesztető volt. Volt hozzá a Blade nevű program, ez már egy grafikus felületű szerkesztő volt. Tehát nagyon sok előnye volt. Könnyen lehetett szerkeszteni, már méretezhető voltak az ablakok, mert nem abszolút értékek, abszolút paramétereket adtunk, hanem egymáshoz relatív voltak az objektumok. Nem volt olyan gond, hogy kilogna valahol egy szöveg, és ezt nem látnánk, illetve már összetett hierarchia volt, tehát különböző konténerek voltak egymásba ágyazva. A különböző whitespace-ek is eltűntek, pont emiatt. Illetve a legjobb része az az, hogy most már, ha valaki akart csinálni egy ablakot, akkor nem kellett olyan, vagy csak simán más dizájnt adni neki, nem kell a forráskódba belegyűjteni, hanem simán a létszerkesztő segítségével tudja alakítani a nézetet. Itt láthatunk egy konverzió előtt, illetve egy konverzió utáni
példát láthatjuk, hogy ezek a white space-ek eltűntek, gyakorlatilag a felépítés ugyanaz, és mégis láthatjuk, hogy minden, tehát a konverzió után is teljesen átlátható az ablak, inkább csak megszépült. Ez a folyamat, ez sokszor monoton volt, sajnos a végére ez a 20% már erre nem mindegyikre volt igaz, de volt egy tutoriál a LibreOffice-os oldalon, amiből ki tudtam indulni. Még néhány ablak azért természetesen volt, ahol ez működött, viszont nagyon sok olyan eset volt, amikor nagyon nehéz volt ez a konverzió, például ilyen tündérek vagy varázslók, ki hogy hívja. Két fajta volt, az egyik a növekmény, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a varázslónak az összes oldala az egy dialógus ablakban volt lent. Tehát például volt olyan, hogy már 6 lap volt, az már elég nehéz volt szerkeszteni grade-be. A másik az külön, mint a page-eket használt, már külön UI file-ba volt megfogalmazva a lapnak a kinézete, viszont itt a régi formátumból adódóan nagyon bonyolult sztály hierarchiák voltak, és emiatt is sokszor több napban telt egy ilyen dialógus ablaknak, vagy hát egy ilyen varázsolónak a konvertálása. Végül a munkám 48 konverziót sikerült a 3 hónap alatt csinálnom, és egy dialógus ablakot töröltem. Ez azért volt szükség, mert már egy jó ideje nem használta a program. De szerencsésen véget ért ez a program, sikerült befejezni a projektet, és a hallgatótársammal együtt sikeresen zártuk a Google Summer of Code-ot az idei nyáron. Köszönöm szépen a figyelmet!